Jó, akkor folytatnánk az indokolást. Látom, mind az ügyész úr is itt van, az ügyvéd úr is. Hát rátérnénk, bizonyíték ez is, de jogdogmatikai szempontból borzasztó fontos bizonyíték, amire a védő hivatkozik, és ebben a kérdésben a bíróságnak állást kellett foglalnia. Ez a következő. Az ügyészség a vádirati tényállást alapvetően a 44 évi bírósági ítéletre, a képíró Sándor gyanúsítotti kihallgatására, az ügyészség által kihallgatott néhány szerb állampolgár vallomására, valamint az 1948. december 15-én a Népbíróság által elítélt nagy főhadnagynak, a katonapolitikai osztályon 1948. október 14-én, majd október 20-án az AVH-n tett vallomására alapította. Az ügyész úr itt a bírósági tárgyaláson kifejtette, mindkettő okirat, amit kötelezően kell elfogadnunk, és az abban foglalt megállapításokat el kell fogadnunk mindaddig, ameddig valaki annak a hitelességét vagy megállapítását utólag meg nem cáfolja. A védelem ezzel szemben már az eljárás kezdetén is azt mondta, hogy a 44 évi vezérkari bírósági ítélet aggályos, az nem fogadható el. Egyrészt azért nem, mert az az ítéleti példány, amelyik a bíróságnál volt, amelyet az ügyészség csatolt be, az egy 120, most nem tudom a pontos oldalszámot, de valahogy így, 123-124 oldalas ítélet, aminek az utolsó lapja hiányzott. Az utolsó lapon kell feltüntetni, hol készült ez az ítélet, mikor hirdették ki, ki hozta ezt az ítéletet, rendszerint a bíró nevét, és a jogerő dátumát. Egy ítélet akkor hiteles, ha ezekkel a kellékekkel is rendelkezik. Magyarországon ma még így van. Nem tudom máshol, más országban ezt hogy szabályozzák, de mi nálunk ez így működik. És ennek az ítéletnek, amit az ügyészség becsatolt a bíróságnak, és ami az én rendelkezésemre állt, ez az utolsó oldala hiányzott. Tökéletesen igaza volt a védőnek, amikor
a beadványában ezt kifogásolta. A bíróságnak, mivel ez problémát jelentett, be kellett szereznie 2006-ból egy más ügyben eljárt bíró kollégának, illetve nem más ügyben, a képíró ügyben, de más karakterrel eljáró tartalommal beszerzett ügyiratát, ahol az akkori bírónak arról kellett döntenie, hogy a képíróval szemben 1944-ben kiszabott 10 évi fegyházbüntetés 2006-ban végrehajtható vagy nem. Ott viszont szintén volt egy 124 oldalas ítélet, tartalmilag, külalakilag megegyezett azzal, ami nálam volt, amit az ügyészség nekünk becsatolt, amelynek a végén már ott volt a dátumozás, az aláírás, hogy egy Gabor nevezetű ezredes hozta meg ezt az ítéletet, és ott volt még egy, de ezek a nevek eskázva voltak. És ezen az utolsó oldalon ott volt egy olyan felirat, hogy a fordítás készült, Novi Sad, 1944, és nem tudom milyen hónap és nap volt ráírva. De ennek a későbbiekben jelentősége lesz, ami fokozza tovább az aggályokat. A védő küldi meg a bíróságnak ezt az utolsó hiányzó lapot, de arra is felhívja a figyelmet, hogy úgy tűnik, hogy ez az ítélet az eredeti ítéletről átgépelt ítélet. De ennek is van egy problémája, mert a magyar ügyviteli szabályok szerint, és ez 44-ben is így volt, meg ma is, ha az eredeti ítéletről fénymásolatot készítünk, vagy az eredeti ítéletet átgépeljük, akkor a bíróság záradékként rágépeli, hogy az eredeti ítéletről készült fénymásolattal egyezik, és akkor legtöbb esetben az irodavezető aláírja és rányomja a hivatal bélyegzőjét. Na most az ügyvéd erre hívta fel a bíróság figyelmét, és korabeli ilyen másolt ítéleteket is becsatolt állításának az igazolására, hogy ügyvitelileg ezt hogy lehet elfogadni. A lényeg az, hogy amikor elkezdtük volna a tárgyalást, a rendelkezésünkre állt olyan két ítélet, amelyről azt tudtuk, hogy ezek nem a hiteles ítéletek, ezek valamilyen másolt ítéletek.
ami nem kizárt, hogy valaki fabrikált egy ilyen ítéletet. Hát így kezdődött ez a nyomozás. Annak ellenére, és ezt hozzá kell még tenni, hogy az a másik ítélet, ami 2006-ból a kolléganőnél volt, és alapvetőként elfeküdt, azon Jeruzsálem feliratú bélyegző volt, és úgy tűnt, mintha valahogy faxon kapta volna meg az a bíró kollégina. Az az ítélet, ami nálam volt, és az ügyészség becsatolt, az pedig a jugoszláv levéltár nagy kör alakú bélyegzőjét viselte. Tehát volt két ítéletünk, az egyik Jeruzsálemből érkezhetett, a másik pedig a jugoszláv levéltárból, de egyetértve a védelemmel, ezek az ítéletek aggályosak, ezek alapján nem lehet megkezdeni ezt a büntető eljárást. Ekkor kértük fel a Zinner professzort, hogy többek között levéltárban derítse fel és kutassa fel, hogy hol van, vagy hol lehet ez az eredeti ítélet. Ennek során megállapította, hogy Magyarországon biztos, hogy nincs, még 45 májusában meglehetett, de nagy valószínűség szerint azt követően, amikor a jugoszláv igazságügyi szerveknek kiadtuk a háborús bűnökkel megvádolt szombathelyi vezérezredest, a vezérkar főnökét, a Grassi József vezérőrnagyot, a Zöldi Márton csendőr századost, a Gál Lajos csendőr alezredest, akkor találkozunk olyan átirattal, hogy ezeket az iratokat is megküldjük a jugoszláv hatóságoknak. Mindezekből az következett, és ezt indítványozta a szakértő, hogy keressük meg a szerb levéltárt, és önálluk próbáljunk meg kutakodni az eredeti ítélet után, de valószínűsítette, hogy azt már ott sem fogjuk eredetben megtalálni. Találkoztunk a nyomozati iratok között egy beadvánnyal, ezt el kell mondanom, amely azt tartalmazta, nem kell itt már bizonygatni semmit. A bíróság rendelkezésére, vagy a nyomozó hatóság, pontosabban a nyomozó hatóság rendelkezésére áll a vezérkari bíróság ítélete 44-ből, abban minden benne van a képíróra vonatkozóan, nem kell itt csinálni semmit, csak az alapján el kell ítélni. Hát aki ezt leírta, én nem tudom, hogy jogot végzett vagy nem, vagy mennyire ismeri a magyar jogot vagy nem, mert Magyarországon nem így működnek a dolgok. Magyarországon még jogállamiság van. Megvizsgáltuk a jeruzsálemi és a jugoszláv ítéletet, és megállapítottuk, hogy ez alapján Magyarországon egyetlen egy bíró nem állapítja meg képírónak a büntetőjogi felelősségét, mert annyira aggályos ez az ítélet.
A szakértő, és akkor még maradjunk ennél az ítéletnél. A szakértő azt is megállapítja, hogy ezek az ítéletek, amik be vannak csatolva, nem tudni miért, magyarról átfordították szerbre, aztán szerbről visszafordították magyarra. Ő nem értette ennek a logikáját. Megmondom őszintén, én sem értem ennek a logikáját. De ami tetézte a problémát, hogy amire előbb felhívtam a figyelmet, hogy az volt, hogy a fordítás készült Noviszádom 1944, nem tudom milyen hónap és nap, a történész szakértő azt állapítja meg, hogy ez a fordítás akkor, ami ott fel lett tüntetve az ítélet végén, az nem igaz, mert akkor még Újvidéken magyar katonai közigazgatás volt, akkor azt, amit Noviszádnak mondott ez a fordítás, az még akkor Újvidék volt. Tehát egy olyan dátum alatt írják oda, hogy Noviszád, amikor még Noviszád nem is létezett. Az még Újvidék volt. Kinek volt az érdeke ennek a fordításnak? Na most ez már olyan aggályokat vetett fel, hogy ezzel a két ítélettel tényleg azt mondtuk, nem tudunk semmit csinálni, ki kell dobni az ablakon. Holott ugye ezt várták el a nyomozó hatóságtól, hogy ez ítélet alapján nem kell itt semmit csinálni, ez ítélet alapján el lehet írni a képírót. Hát abszurd a felvetés maga is. De ekkor megjelent, az újság nevét hadd ne mondjam, egy újságban egy reflexió, vagy nem tudom micsoda, a magyar zsidó hitközösségtől, amely azt tartalmazta, hogy a bíróság csukott szemmel jár, rossz szakértőt választott, mert a szakértő nem tudja, hogy hol kell keresni a valódi, az eredeti ítéletet. És mielőtt erre az érdekes történet végére jutnék, még egy problémát hadd mondjak, amit a szakértő vetett fel. A szakértő kimutatta azt is, hogy a dr. Babos József hadbíró ezredest, aki 1944-ben vezette a tárgyalást, azt 46-ban a népbíróságon kihallgatták. És ő határozottan és kategorikusan úgy nyilatkozott ott, hogy az általa hozott ítélet 229 oldal. Ezzel szemben, ami aggályos volt a védelem, meg most már a bíróság számára is, és a rendelkezésünkre állt, 124 oldal volt. És a szakértő felvetette, hát hol van a másik körülbelül 100 oldal, amiről Babos beszél a 46-os népbírósági meghallgatása során. A rendelkezésre álló ítélet egyébként úgy tűnt, hogy teljesen összeáll, összefüggő, abból nem hiányzik semmi.
Tehát úgy tűnt, hogy az egy teljes egész ítélet. De mégis aggályként merült fel, hogy hát 100 oldallal mi történt. Tehát ezért mondom ezeket ilyen részletesen el, mert ugye itt támadás érte a bíróságot is, és a szakértőt is. Itt a munkánkat igazából a védelem segítette a maga eszközeivel, az észszerű és logikus indítványaival. Ezért kell kiemelni a védelemnek a szerepét minden fontos ügyben, és hogy a védelmet nem lehet korlátozni. Mert a védelem az indítványaival, észrevételeivel és a hiányzó becsatolt adatokkal nagy mértékben hozzájárult, hogy tisztázzuk és eloszlassuk az aggályokat az ítélet felől. És akkor visszatérve erre az újságra, ahol ez hangzott el, azt közölték, hogy ő nekik megvan a 229 vagy a 224 oldalas ítélet teljes egészében, aláírástól, mindenestől. És akkor írtunk egy levelet ennek az úrnak, hogy legyen szíves rendelkezésünkre bocsájtani ezt az ítéletet, amit kerestünk idáig, de arról is szíveskedjék nyilatkozni, hogy ez hogy került egyáltalán a birtokába. Mert ez nem a magyar levéltárból került ki, hanem a magyar zsidó hitközösség egyik prominens személyétől került hozzánk. Hogy ez a házi levéltárában volt ez az ítélet, vagy a zsidó hitközségnek a levéltárában feküdt el. Nem kaptunk rá magyarázatot, mert nem volt hajlandó nyilatkozni erre ez a megkeresett ember, de viszont megküldte az ítéletet faxon. Ezzel az ítélettel sok mindenre már magyarázatot kaptunk, ami idáig aggályt jelentett. Az egyik, hogy a 100 oldal beli különbség vagy nagyságeltérés az volt, hogy az eredeti ítélet másfeles, kettes sortávolsággal volt írva, míg a másik két ítélet borzasztó sűrűn. Tehát nem tartalom hiányzott az ítéletekből, hanem a technikának, vagy a technikára visszavezethetően volt ez a különbségtétel. Ez már egy megnyugtató dolog volt, és megnyugtató dolog volt, hogy ennek az ítéletnek az utolsó oldalán ott volt a Babosnak a név aláírása, a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírása, és ott volt, mint jóváhagyónak, a Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes, vezérkari főnöknek is a saját aláírása. A szakértő az több vezérkari bírósági ítélettel találkozott, azt mondta, hogy írás szakértői vizsgálat nélkül is meg lehet állapítani, hogy ezen az ítéleten szereplő névaláírások az illető személyektől származnak. Ez így már elvileg megfelel az ügyviteli szabályoknak, csak az a probléma, hogy ez is csak egy, nem az eredeti volt, hanem az eredetiről egy fénymásolat. Tehát az biztos, hogy a magyar zsidó hitközségnek a birtokában lévő ítélet, az az eredeti ítéletről készült. De fénymásolat az.
az sem hiteles ilyen értelemben, mert nem hitelesítették az akkori ügyviteli szabályoknak megfelelően. De azt mondta a szakértő, hogy ez az ítélet, kiadmány, amit a zsidó hitközség becsatolt, ez már azért elfogadható, és ez alapján aggálytalan módon lehet eljárni. Hát magának, csak az ítéletnek a hitelessége kérdésében ennyi kört kellett futnunk. Ennek ellenére az ügyész úr azt mondja, hogy ez okirat, a bíróság ezt nem, illetve hogy közokirat, a bíróság ezt nem kezeli közokiratnak, csak egy iratnak, mivel nincs hitelesítve. Ez azért lényeges különbség. És akkor térjünk át egy másik kérdéskörre, ami borzasztó fontos, főleg a védelem megítélésénél, vagy a védelem szemszögéből, de jogilag is, hiszen a védelemnek az indítványa elsődlegesen arra irányult, hogy a bíróság az eljárást szüntesse meg, azért, mert az, amit most a budapesti ügyészség benyújtott vádiratot a bírósághoz, az el van bírálva a 44-es bírósági ítéletben. Ez egy ítélt dolog. Azzal, hogy most a bíróság ezt az ügyet előveszi, már mint mi, és ezzel a kérdéssel mi foglalkozni akarunk, ez a többszörös eljárás tilalmába ütköző elvet sérti. Ezért a bíróságnak azt kellett vizsgálnia, hogy mi történt ezzel a 44-es ítélettel. Annyit tudtunk, hogy ez egy jogerős ítélet 44. február 18-ától. Aztán a védelem olyan bizonyítékokat bocsájtott az ügyészség és a bíróság rendelkezésére, ezek 44-ből származó magyar közlönyök, amelyek csupán azt tartalmazták, hogy képíró Sándorral és az ott elítélt társaival szemben visszaadták a február 18-án viselt rendfokozatukat és beosztásukat. Ekkor a védelem csak annyit tudott megállapítani, és a nyomozati szakban mi is csak ennyit tudtunk, és nem többet, hogy itt valamilyen bírósági eljárásnak kellett még ezután történnie, és ezzel a másodfokú bírósági eljárásban valamit csináltak ezzel az ítélettel. A védelemnek az volt az álláspontja, hogy itt perorvoslat a jogegység érdekében került benyújtásra. Az alapján valami kedvező döntés született a képíróra és a vádlottra vonatkozóan, és visszanyerték, rehabilitálták őket,
és visszanyerték a korábbi tisztségüket. Ennyit tudtunk csak a nyomozás során, meg a vádirat benyújtásakor. Ez alapján a védő jogosan mondhatta azt, hogy az eljárást szüntessük meg. Ne is menjünk bele a tárgyalásba, mert a BIA előírja a többszörös eljárás tilalmát, és hogyha ez állapítható meg, akkor az eljárást a törvény kötelező rendelkezése folytán meg kell szüntetni. És ehhez hagyj tegyem hozzá, hogy a védelem ezzel az álláspontjával nem volt egyedül akkor. Ugyanis, amikor az ügyészség indítványozta, 2007-ben, nem emlékszem rá pontos időre, de valahogy így, a képíró Sándornak a letartóztatását, akkor már a nyomozási bíró is arra hívta fel a figyelmet, hogy ítélt dologról van szó, itt nem lehet az eljárást tovább folytatni, és nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy akkor a bíró úgy döntött, de nem csak ez, hanem az is, hogy koránál fogva hová szökne meg a képíró, meg ha meg akart volna szökni, megszökhetett volna. Tehát a szökés elrejtőzés kizárása, és ez a momentum, hogy a bíró, tehát 2007-ben már azon az állásponton volt, hogy ez egy elbírált dolog, nem tartóztatta le képíró Sándort. Az ügyészség behozta ezt az ügyet a bírósághoz egy váddal, és amikor az iratokat tanulmányoztuk ezzel a problémával, hogy belemenjünk-e a tárgyalásba, vagy megszüntessük az eljárást, mint komoly jogi kérdéssel kellett foglalkozni, de akkor az úgynevezett tárgyalás előkészítési szakban, mert ott bizonyítást nem vehetünk fel, ezért döntöttünk úgy, hogy az ügyet kitűzzük tárgyalásra, és majd a tárgyaláson fogunk ebben a kérdésben állást foglalni. Ezt tettük azért, mert kirendeltünk egy szakértőt, és a szakértőt megbíztuk többek között azzal is, hogy még egyszer nézze át a levéltárat, és próbálja megállapítani, hogy valójában mi történt ezzel az ítélettel. És a szakértő ekkor megtalálta a legfelsőbb honvéd törvényszék Lajstrománál ezt az ügyet, amelyben a bejegyzés 4. hó 25, hogy akkor érkezett oda meg, és már döntöttek benne 26-án. Na most ennek az ügynek az érdekessége az,
hogy az egyéb megjegyzés rovatban van, hogy igen. Tehát szerepel az, hogy a vezérkari bíróság által hozott ítélet, ezt a kifejezést használja, feloldatott, és visszaküldve az illetékes vezérkar főnökéhez. A bíróság is elfogadta a védelemnek azt a hivatkozását, hogy itt perorvoslat jogegység érdekében történt, mert a Babos ezredes is, aki tárgyalta ezt az ügyet, 46-ban a népbírósági tárgyaláson aként nyilatkozott, hogy tudomása szerint az általa hozott ítélettel kapcsolatban ez a jogi megoldás született, tehát perorvaslat a jogegység érdekében. Na most egy szépséghibája van ennek a perkönyvnek, hogy kb. 49 rubrikája van, amiben bele fel van tüntetve, hogy milyen okból helyezik hatályon kívül ezt az ügyet, alaki szabálysértés történt, az anyagi szabályokat sértették meg. Ez nem derül ki. De nézzük meg, és itt van a kezemben az 1989 évi 33. törvény a bűnvádi eljárásról. És ez a következőt írja az ilyen esetekre. A királyi kúria, ez a 216-os oldalon van nálam, a királyi kúria, ha perorvoslatot alaposnak találja, kimondja, hogy a megtámadott határozat vagy intézkedés a törvényt megsértette, ellenkező esetben a perorvoslatot elutasítja. Tehát itt nem utasították el ezt a panaszt, érdemben foglalkozott vele a kúria. Na most, mert elismerte, hogy itt törvénysértés történt. A királyi kúriának a törvény megsértését kimondó határozata a felekre nézve rendszerint nem bír hatállyal. Ha azonban a vádlott a törvény megsértésével volt elítélve, tehát ugye itt a képíró Sándor és a társai el voltak ítélve. A királyi kúria őt felmentheti. Nem ez történt. A büntetést enyhítheti. Tehát a király a képírónak a 10 éves büntetését leviheti 5 évre például. Ez sem történt. És tessék figyelni, és a bíróság szerint ez történt.
A hatáskör hiánya esetében pedig az ítéletet, és ezen van a hangsúly, és ezt ötször aláhúzom, megsemmisíti. Megsemmisíti, és az ügyet az illetékes bírósághoz utasítja. Itt is ez történt. Ez az utóbbi. Megsemmisítették, és ezen van a hangsúly. Megsemmisítették ezt az ítéletet, és visszaküldték a vezérkar főnökéhez, mint kvázi bírósághoz. Akkor a katonai büntetőügyekben a vezérkari főnök volt az ügyek ura, ő utasította az ügyészt, hogy emelj vádat, ejtsed el a vádat, fellebbezd meg az ítéletet, majd ő volt az, aki intézkedett elítélés esetén a végrehajtásról. Azzal, hogy ezt az ügyet megsemmisítették, és visszakerült a vezérkari főnökhöz, ő ebben az ügyben nem lépett. Ezt az ügyet ad aktára tették. Megtehette volna azt, hogy újból vizsgálják és tárgyalják az ügyet, nem ez történt. Ezt a bírósági tárgyaláson szakértői vélemény alapján tudtuk megállapítani. Innentől kezdve egyértelműen tudjuk, hogy ez az ítélet meg lett semmisítve, ezt az ítéletet úgy kell tekinteni, mint amelyik nem létezik. Innentől kezdve erre az ítéletre hivatkozni nem lehet, ennek az ítéletnek a tartalmából, megállapításaiból semmi nem használható fel a bíróság álláspontja szerint. Tekintettel arra, hogy most már tudjuk, hogy itt mi történt, ez teszi lehetővé, hogy ezt az ügyet újból tárgyalni lehessen. És ez következett be most, hogy újból tárgyaljuk ezt az ügyet, mert hatályon kívül van helyezve, 44 májusában, vagy illetve áprilisában, és lefolytatható újból ez az eljárás. És akkor itt van különbség ugye a bíróság és az ügyészség között, hogy az ügyész azt mondja, hogy felhasználható ez a 44-es ítélet, a bíróság a most kifejtettek szerint nem használható fel, és akkor ott van az eltérés a védelem és a bíróság között, hogy a védelem azt mondja, hogy még ebben az esetben is ez ítélt dolog, és ezt az eljárást nem szabadna a bíróságnak lefolytatnia, a bíróságnak ezt az ügyet meg kellett volna szüntetnie. Tehát amikor én tegnap kihirdettem ezt az ítéletet, hozhattam volna olyan ítéletet is, hogy az eljárást megszüntetjük, amit az ügyvéd úr mond és hivatkozik, azzal, hogy itt egy ítélt dologról van szó. Hát a 44-es ügyben is ott vannak a Máriási testvérek, a mi ügyünkben is itt vannak a Máriási testvérek, abban az ügyben is szerepel a 44-esben a Weiss
Ilona, a mostani ügyben is szerepel a Weiss Ilona. A 44-es ügyben a képíró a többi csendőrtársaival összesen azt mondja az ítélet, 3309 ember kivégzésében vett részt. A mi ítéletünk azt mondja, nem az ítéletünk, a vádiratunk, hogy 30 ember, az biztos, amit kivisznek a Dunapartra, és 3-4, akit ott a házakban, utcákon lőnek agyon a képíró csendőrei, tehát 34 embert, kivégzés embernek a kivégzését rója az ügyészség most a képíró terhére, míg a korábbi 3309. Tehát tényazonosság egyértelműen kimutatható. Csak a kérdés az, hogy az eljárást meg kell szüntetni, úgy, ahogy a védelem kéri, vagy felmentő ítéletet kell hozni, mint ahogy most csinálta a bíróság. Na most a bíróság álláspontja azért ér el az ügyészségtől, mert ha olyan döntés lett volna, hogy a kúria, és ezt tudtuk volna, hogy felmenti a képírót, ha a büntetését csökkentette volna, vagy ha marad is ez a 10 éves fegyházbüntetés, de Hortitól, a kormányzótól végrehajtási kegyelemben részesül, ha ez a 3 eset lett volna megállapítható a képíró ügyében, akkor a bíróság is megszüntette volna a tényazonosság megállapításával ezt az eljárást. De mivel nem ezt a 3 dolgot állapítottuk meg, hanem azt, hogy az ügyet megsemmisítették, innentől kezdve úgy kell kezelni ezt az ügyet, minthogyha ebben az ügyben semmi nem történt volna. Azt is el kell felejteni, hogy a képíróval szemben 44-ben büntető eljárás folyt. Most innentől kezdve nincs mit megszüntetnünk akkor. Tehát ezért lett jogdogmatikailag ez a kérdés megoldva, és ezzel a magyarázattal hát részben választ is adtunk a védelemnek az egyik jogi probléma felvetésére, de hát választ adtunk részben az ügyészségnek is, hogy miért rekesztjük ki. Most innentől kezdve, hogy kirekesztjük a bizonyítékok köréből, a képíró hiába hivatkozik, pedig a javára szolgáló lehetett volna a 44-es ítélet, hiába hivatkozik arra, hogy kérem nálam nem is volt fegyverhasználat, és erre megjelölnek 2 tisztet, akiknek a nevét is ismertetjük, akik egybehangzóan úgy nyilatkoznak, hogy a képírónál nem volt fegyverhasználat. Ennek a 2 tisztnek, mind a 2 zászlajparancsnok és ezredes, a vallomása ragyogó, mentő körülmény lehetne képíró javára, de az egészet kisöpörjük, nem foglalkozunk vele, mert ezt a részt kirekesztettük a bizonyítékok köréből. És csak azzal foglalkozunk, ami még maradt, és ami még a rendelkezésünkre állt, vagy áll. No, ennyit az első etapról, hogy hogyan ítélte, vagy értékeli a bíróság a 44-es bírósági ítéletet, és csak azért, hogy esetleg az érdeklődés csikázza, most szünetet tartunk, de szünet után rá fogunk térni a Nagy Jánosnak az ítéletére és a vallomására, hogy ott milyen problémák merültek fel. Akkor az volna a kérésem, hogy hát 10 óra, 11 óra, 10 van, 20-ra
10 óra, 11 óra 20-ra fáradjanak vissza.